Az első fél időben még valamiféle ellenállást tudott kifejteni magából a Tolna, a szintén alsóházi Tamási ellen. Kálné Végi Zsuzsa széles karmozdulatokkal gesztikulálva felrázta lányait, és háromra csökkent a különbség, éledezni kezdtek a feketék reményei. Persze csak elméletileg, mint utólag kiderült. Mert hogy a folytatás volt ám csak zuhanó repülés a Tolna KC-nek. Mintha ott sem lettek volna a pályán, percenként szarvas hibákat elkövetve, semmit sem védekezve, hebehúrgyán támadva, állítjuk az utóbbi évet legrosszabb meccsét produkálva, szinte lenullázta saját magát a tolnai csapat. Nem volt hétközben semmi olyan negatívum, amivel magyarázni lehetne a pályán látottakat. Egész héten a mind a három edzésen erre a mérkőzésre készültünk. Nem tudom, hogy mi volt a probléma, se támadásunk nem volt, se védekezésünk nem volt a lendület, kapkodtunk, rengeteg hibát halmoztunk egymás után, technikai hibákat, ellövöldöztük a labdát fölöslegesen, és ebből mind gólokat kaptunk sajnos. A kulcsemberek sem tudtak segíteni, az átlövő Csajkó Eliza egy-egy villanása is kevés volt, a védekezés teljes csődje alapvetően kihatott a támadójátékra. Nem lehet más tenni, mint úgy, ahogy van, elfelejteni ezt a meccset, miután minden játékos persze magában a saját szempontjából elemezte a meccset és levonta a szükséges következtetést. Van mivel kapaszkodni, hiszen a Tamásinál erősebb csapatok ellen sokkal jobban játszottak a lányok, és abszolút vállalható különbségű vereséget szenvedtek ellenük. Az eddigi két győztes meccs lehet a kiinduló alap, a mérce, hová kell ismét a játékban eljutni. Rettentő hullámvasútba ülünk, egyszer nagyon-nagyon-nagyon jól játszunk, például a Hévízt, akik 10 góllal megvertünk, nagyon jól játszottunk, egyszer viszont, tehát a másik alkalommal viszont semmi, tehát ezt játszhattuk volna holnap estig is ugyanilyen, ilyen rosszul, ilyen enerváltan. A meccs első fél idejének vége nem ilyen volt, és a szünetben csak 3 gól volt a különbség, ez nőtt a végére 15-re. Az első félidő utolsó 10 perce, az kézilabda volt a számunkra, az kézilabda volt. A többi, ami volt a mérkőzésen, az számomra olyan nagyon nem értékelhető sajnos. Túl azon, hogy az edzőnek egy picit pszichológusnak is kell lennie a csapat felrázásához, vannak azonban olyan játékfelfogásbeli hibák, amelyek más meccseken is visszaköszönnek, amin mindenképpen változtatni kell ahhoz, hogy elkerülje a kiesést a tolnai csapat az MB2 délnyugati csoportjában. Az egy probléma van a támadó játékkal, hogy nagyon 9-10 méteren játszunk, tehát nagyon, tehát nem törnek a lányok akkora erővel kapura. Tehát megy a húzogatás, meg megy a helycsere, meg a figurák, de kimondottan valószínűleg azért, hogy azért 10-15 kiló súly különbség volt azért a kettes, tehát a középső játékosok között. Hát most igazándiból nem tudom azt mondani, hogy máshogy kell készülnünk, mert teljesen készültünk erre a mérkőzésre. Ez most sajnos így jött össze. Minden szezonban nagyobb, magasabb osztályban szereplő csapatoknál a profik világában is előfordulhat csapatszintű összeomlás egy-egy meccsen. A Tolna KC mellett kitartók is ennek tudatában távoztak a 35-20-as Libérc nyomásos Zakó után, remélhetőleg az ő esetükben is erről lehet szó.